No, akkor következzék is az Amiga világ, ami ismét egy kompjúter, és ahogy a SNES-nél már mondtam, ugye a SNES volt az, amit úgy jellemeztem, hogy az egyik legnehezebb a Life of Pixelben a világok közül. Nos, ez azért fogalmaztam úgy, mert szerintem, legalábbis az én képességemhez mért az Amiga a legnehezebb. Én ezzel rengeteget szívtam, nagyon sokat szenvedtem, mire megcsináltam, és nem csak amikor először játszottam ezzel, hanem amikor csináltam a tesztfelvételeket is, hát azok sem voltak egyszerűek. Igaz, a többi világgal még nem nagyon játszottam újra, és már értelemszerűen december óta elfelejtettem, hogy hát mégis milyenek voltak azok, de emlékeim szerint az Amiga azok közé tartozott, amikkel a legtöbbet szívtam, úgyhogy az a terv, hogy 5 halálon belül meg tudjam csinálni, és ha az megvan, akkor igazából büszke leszek magamra, mert ez tényleg egyszerűen annyira nehéz. De addig is haladjunk, igen, lent láthattatok egy újabb ellenfelet, ami kicsit olyan, mint a Donkey Kong Country-ból az orángutánok, akik ugye, jaj, itt nevesünk le, mert itt pengék vannak, az orángutánok, akik hordókat dobálnak, ugyanis ezek is hordókat dobálnak, csak ugye ezek még követnek is minket, úgyhogy ez ilyen kis extra, kis finom adalék. Na, át tudok innét ugrani? Át tudok, zsír. Itt majd ki fogunk használni egy érdekes kis hát nem glitchet, hanem ilyen érdekes dolgot a játékban, ugyanis ezek olyan platformok, amik olyan gyorsan mozognak, hogyha elugrunk róluk, akkor nem így felfelugrunk, hanem így oldalra. Tehát így nagyon nehéz manőverezni, és megfelelően ráugrani a többire. Látjátok, nekem is hát így sok a gondom vele, úgyhogy mutatok egy stratégiát, megnyomjuk az escape-et, és hogyha úgy látjuk jónak, akkor elengedjük, és hát leesünk. Ott már jó lesz, így, ennyi. Ott is. Ó, most együtt megyek vele? De ezt még én sem láttam korábban. Ezt a stratégiát amúgy egy speedrunner rendezvény, amit már sokszor talán említettem, az AGDQ láttam a Super Monkey Deluxe-ba, és én ezt véletlenül fedeztem fel, hogy ebbe a játékba is igaz ez, hogy lesznek olyan dolgok a játékban, amikre egyszerűen nem hat az, hogy most mi lepózáltuk meg lepózáltuk a játékot. Sajnos nem csak ezek, hanem a köztük a pengék is ezek közé tartoznak, de például, hogyha valakinek gondjai vannak ezzel a platformos résszel, akkor nyugodtan használja ki, hogy így ezzel így tud pontosítani. Na, oda tudok ugrani? Úgy. Még így is voltak gondok vele, de ez egy ilyen nagyon tényleg szó szerint ügyességi rész, de aki ezt le akarja csalni arra, annak van egy alternatív és legális módja, hogy ezt ki tudja küszöbölni. Hogy most átmegyek ezek a lézereken, és kész is ez a pálya. Az első kettő a SNES-hez hasonlóan, sustolgos szavak, szóval a SNES-hez hasonlóan nem túl nehéz. És így azt hiszi az ember, hogy hát ez nem lesz annyira durva, hát de. Az első kettő megint elhiteti a játékos, hogy ez annyira nem brutális, de aztán majd rájön, hogy de. Ez a második pálya. Itt egy nehéz rész van, amit igazából csak én szoktam magamnak megnehezíteni, úgyhogy ezért elnézést kérek, majd megpróbálom normálisan megcsinálni, nem tudom, hogy fog menni, de majd meg fogjátok látni. Megint eltöljük ezt a nem tudom mit. És futi, úgy. Megint van két darab kis cumók itt. Fel kell szedni, és nem akit, hanem amit. És ott van alul lent a robot, amit követ minket. Na, ez fogja a nehézítést adni, illetve ez. Mindenki folyamatosan dobálja nekünk ezeket a hordókat, és szerencsé, hogyha ide állunk a falhoz közel, akkor minket pont nem tud eltalálni. De ugye, amit láthattátok, ott a robot is, ami viszont meg követ minket, szóval, és ugye ott a lézer, amit ki kell kerülni. Na, egy életem, egy halálom, na még egyet. És most el tudunk menni. Szóval az a rész, hogyha oda-ott beszorulunk, a robot, a ládák, meg a lézer közé, na az nem tud egyszerű lenni. És onnét kikecmeregni, rohadt nagy kihívás, és rengetegszer haltam meg ott. És így a hajamat téptem így a próba felvételek során, de aztán végül megoldottam. Tip, itt mindig balra essünk le, és ez egy olyan rész, hogyha egyszer leessünk ide, akkor innét már nem tudunk visszamenni felülre, sőt, ez a következő ugrás is ilyen, és a többi is ilyen lesz, szóval nagyon pontosan kell tudni, hogy milyen sorrendben és hogyan kell felvenni a dolgokat. Itt meg például már pengék nehezítik a sorsunkat, szerencsére nem végig, úgyhogy arra azért ügyeltek a készítők, hogy valamennyire kis kegyességet tudjanak mutatni. Aztán a következő 4 az itt lesz, így, már le tudunk esni, itt lesz majd az exit hamarosan.
vele mindig két robot, ezzel is mindig vigyázunk. Tehát így annak ellenére, hogy ezek ilyen kis lassú kis szerencsétlenek, így rohadt sok borsot tudnak törni az órunk alá. És igen, lesznek itt már bizony láthatatlan platformok, és ez azért jó, mert például a fánkot azt így tudjuk felvenni. És itt van egy ágyú, lőjél hármat, úgy felveszünk az utolsó négyet. És igen, tudunk beszélni a kék pixelünkkel. Kérdeztétek, hogy vele mit lehet kezdeni. Most, mint kiderült, tudunk beszélni, és én a játék elején azért mondtam azt, hogy nem lehet vele semmit csinálni, mert én is azt hittem. Csak közben én végigjátszottam a játékot pár felvétel alatt, megcsináltam a hardcore módba az összes pályát, amit meg lehet, és utána döbbentem, hogy ja, amúgy van erre is lehetőség, úgyhogy vicces. És itt egy érdekes dolog, egy új ellenfél az alma, hogy nem sebzett meg minket, hát ez ugye milyen érdekes, és ez olyannyira érdekes, hogy ez az egyetlen egy alkalom, hogy ezt megteszi velünk a játék, ilyen kegyes, és a többinél nem ezt teszi meg, szóval a többinél ugyanúgy megsebez minket, ugyanez az ellenfél, csak ez az egy valamiért nem. És nem tudom, hogy mi alapján, valószínűleg valami random faktor van ebbe is, ami ezt teszi lehetővé, de így erre nagyon hagyatkozzunk, hogyha ilyennel találkozunk, mert a következő pár alkalomnál szinte biztos, hogy instant meg fog sebezni minket, és az nagyon kemetlen tud lenni. És ilyen a Luffy-ba az a vicces, hogy akkor is szétpukkadnak, hogyha kaját veszünk fel velük, úgyhogy azzal is érdemes vigyázni. Mert tényleg az ott szó szerint pixel pontos volt. És igen, a játékban sokat kell várni arra, hogy sajnos újra termelődjön a Luffy. És az főleg ezeken a részeken szokott idegörlő lenni. Nem jössz ide, jó? És itt érdemes nagyon-nagyon kimaximalizálni a Luffy vezetési képességeinket, ugyanis hogyha itt kipukkad, akkor rohadt nehézé tud válni ez a rész. Úgyhogy érdemes nagyon-nagyon ráfeküdni arra, hogy a lehető legmesteribb szinten tudjuk elsajátítani ezt a képességet, hogy ezt tudjuk irányítani, de szerencsére meglett, úgyhogy király, itt kapunk egy másikat. Ez gyakorlatilag már csak annyi a dolgunk, hogy fölmegyünk vele és kész. És ilyentől kezdve ezt már nem nagyon tudjuk használni, és itt már szinte zárt térben leszünk, és igazából sok haszna nincsen. Tehát így általában ezt addig szoktam használni, amíg így megvan. Mondtam már nem nagy érvágás, hát igen, ennyi volt körülbelül. Ezt kikerüljük, és itt meg már pengék vannak, és ilyen egy aranyszínű pengék, úgy fogalmazok akkor. És igen, itt volt lent, itt a sarokban még egy elrejtve. Szóval ha valaki végigjátsz ezt a pályát, és 54 van a felgyűjthető cuccokból 55 helyet, akkor bizony ezt hagytak ki, és én is rendszeresen kihagyom véletlenül, így tökre megfeledkezik az ember, mert kinézne el oda. Hát aztán oda is el kell nézni. Így erre elmegyünk, ott ez a két hülyeség. Nem, ez kár volt, ez jól összezártak engem a rohadékok. Igen, ez elég necces rész. Főleg, hogy jönnek ezek a szörnyek is. Vissza kéne mennem úgy, hogy így. Úgy, oké, most már jók vagyunk. Kár megsebződtem, mert itt lesznek megint ilyen vicces kedvű robotok. Vicces sebességű robotok, legyen ez a nevük mostantól. De hogyha ezt a részt túlélem, akkor elvileg már sok baj nincsen. Úgy, túléltem. Zsír. Na, akkor itt most lesz egy olyan rész, hogy sokat kell ugrabugrálni, hogy legyen megfelelő mennyiségű platformunk, hogy visszaroljunk. És igen, mint a Mario-ba, hogyha egy darab ki van hagyva, akkor azon át tudunk futni. És itt lesz egy teleport, itt a jobb felső sarokba, oda kell menni először. Ez ironikus volt, mert nem oda mentem először, na mindegy. És szintén futkározunk, ez kicsit ilyen akciófilmes, hogy így szakad le megint. És hogyha pont ide megállunk a legvégére, akkor pont platformra esünk, és nem a szakadékban, ami instant megöl minket. És itt már gyakorlatilag csak a cél van hátra, és itt van az utolsó darab, amit föl kell szedni. És eddig egész jól állunk. Jó, és ez egy nagyon-nagyon szivatos pálya, ugyanis ebbe kapunk majd egy extra special power-upot, amit, ha jól emlékszem, csak ebben a világban tudunk használni, csak ezen a pályán konkrétan. Viszont az egy olyan darab, amit kötelező használnunk, viszont nem jó, tehát alapvetően egy olyan darab, amit nem szeretek használni, mert mindegy, nem túl jó az a lényeg, csak sajnos muszáj használni kell. És hogyha nem azt csináljuk, amit most én csinálok, akkor bizony megszophatjuk magunkat, ugyanis lesz majd egy rész, ahol el fog jutni, ez konkrétan, itt is megint le vannak, tehát ilyen leszakadó platformok vannak, így, és ide csak így tudunk eljutni. De azzal a power-uppal, amit felszedünk, azzal is el tudunk jutni ideig, viszont ezzel nem tudunk lejönni ide. Szóval, hogyha
azt le kell adni akkor, és hogyha előjövünk, leadjuk, leessünk, felszívjuk azokat a cuccokat, akkor nem tudunk már visszamenni érte, és akkor nem tudjuk befejezni a pályát, úgyhogy azzal is vigyázni kell, és itt megint elóvatoskodom, de hát ez van. A két HP az illik, hogy megmaradjon. Azokat igazából nem tudom miért hagytam meg, igazából azokat le is szakadhattak volna alattam, mert azok már nem fognak kelni nekünk, és jó, itt van megint a az a hordós emberke, és igen, a repülő borzasztóan rossz az irányítása, elmondhatatlanul rossz az irányítása, de szerencsére csak egy ideig kell használni, itt rögtön leszoktam adni, és akkor mehetünk tovább a dolgunkra, úgyhogy ez erre kellett, és hála Istennek többször nem kell használni a játékban emlékeim szerint, de legalábbis az Amiga világban többet már nem, és ez nekem már elég nagy relief, mert gyűlölöm, az a polip meg ott az elég pofátlan volt, ezt először meg kell nyomni, mert itt alul van egy kis teleport, ebbe beleugrunk, fölveszük ezt az 5 darabot, mert itt már megint 5 darab van, ami így időre eltűnik, és hogy azokat nem veszük fel időben, akkor megint kövé változnak, és akkor mehetünk még egy kört újra. Ami igazából annyira nem nagy szopás, mert sok veszély nincsen, egy szakadékon, meg egy ilyen nagyon köcsög, ilyen nem tudom, leszakadó cuccon túl, ami kicsit ilyen megamenes, míg az a szörny, ami dobálja a hordókat, az is eléggé megamenre emlékeztet. Turrikanisztik értelemszerű, szerintem a referencia, hogy honnét vette ez a pálya a címét, bizony a Turrikan című játékból, amit én soha nem tudtam végigjátszani, s ne sem, mert a Super Turrikannal azt hiszem az volt, annak az volt a címe, azzal egy picit játszottam annó, és nagyon szép volt a grafika, csodálatos a zene, de én az első párt nem tudtam megcsinálni, hogy ott meghaltam azonnal, amit tudtam, szóval így Turrikan az nekem az túl nehéz volt. Viszont Amigával amúgy én tudtam játszani egy kis ideig, szóval egy családomnak az egyik barátjának köszönhetően volt lehetőségem annó, vigyázzunk a pengékre. És hát sokat nem játszottam vele, két emlékem van az Amigával. Az egyik a Yojo nevezetű platformjáték, ami szintén kurva nehéz volt, és az első pályát nem tudtam megcsinálni. Illetve egy, nem tudom, hogy mennyire volt legit, nyilván nem, egy Street Fighter 2 Amigán. És arra emlékszem, hogy elkezdtem az arcade módot, vagy a story módot, nem tudom, és Dalzimmal kifagyasztottam Gált, és újra kellett indítani az Amigát, mert így megöltem a gépet, nem tudom, hogy. Szóval igen, így ez volt az emlékem az Amigával. Úgyhogy sokat azért nem próbáltam, de valamilyen minimális történetem azért van ezzel a számítógéppel is. Megint van pár időre felvehető cucc, és amikor felszedtem ott azt a kis buborékot, ott nagyon-nagyon vigyázzunk, mert hogyha tehát beleugrunk, ugye itt, ahogy most így ugrok, így balra bele kell ugrani, és nyomva tartjuk a bal gombot, akkor a falba ugrunk, és rögtön beesünk amiatt a szakadékból, úgyhogy azzal vigyázni kell. És ez a legnehezebb része ennek a pályának, tényleg viccen kívül, tehát ezt úgy megcsinálni, hogy ne sebződjünk meg, szinte lehetetlen, mert nagyon-nagyon könnyen kipukkad a lufink, és az a robot nagyon-nagyon rossz helyen van, szóval ez a legirritálóbb része az egész pályának, de hogyha sikerül megcsinálni sebzés nélkül, az jó. Az nagyon jó, mert hogyha meg tudjuk csinálni, akkor az már nagyon nagy segítség. Na? Mikor? Aj, megint rosszul! De sok időt fogok ezzel sajnos elbaszni, de muszáj, mert az élet az fontos. Gyerünk, menjél le! Úgy, megvan! Hú! Tehát ezt nem tudjátok, nem, tehát így Nem tudjátok elképzelni, hogy milyen nehéz ez a rész. Nagyon nehéz. Úgyhogy aki eljut odáig, az majd szólja, hogy sikerül, milyen hatás, és milyen, jaj, hogy mondják azt, hogy milyen százalékkal sikerül helyesen megcsinálnia a próbálkozásokból, mert neki nagyon elenyésző, tehát ilyen 0, nem tudom mennyi lenne, mert az a rész az engem nagyon-nagyon megszopat. És itt már csak oda kell elugrani, ügyesen. Úgy, itt veszély nincsen. Fel a teleportba. Vagy egy nagyon király körfűrész. Itt azt átugorjuk. Vagy lézer, amit sosem szerettem. Itt lebuckázom. Itt is random pengék lesztek mindenhol, úgyhogy nagyon figyeljünk itt is, hogy mikor, hova, mire ugrunk. Itt van ugye 2 darab. Júj, ott majdnem belestem a lézerbe, de aztán nem. Utolsó pillanatban
Az hú, az nagyon necces volt ott. Igen, itt is van pár penge. Itt lebusz, itt is, itt is. Itt meg már annyira nincs is nagy veszély. Két hülyeségen kívül. Itt erre kell jönnünk, itt már nincsen. És itt amúgy van élet, hogyha esetleg egyszer megsebződünk, akkor itt van egy extra life. Meg itt ilyen egy darab szívecske. De ezt most ugye nem fogom felszenni, mert minek van. Megmutassam azért? Nem mutatom. Úgy, agy, az gyorsan merült. Ugye alul is meg tud válni minket a penge, nem csak felül. Megmutatom, nem hazudok a játékban. Igen, itt szívecske. De nem tudjuk felszenni, mert már tele vagyunk. Az is jó dolog azért. És itt erre kell majd elmenni. Jó, itt megállunk, és most valahogy össze kell szednem a gondolatot, mert ezt már rohadtul elfelejtettem, hogy innét hova. Aha, jó, oké, megvan. Itt lesz majd egy ilyen újkacom, vagy nem is tudom, hogy mi ez. Ezt mindig elfelejtem. Egy marhacom. Nem, na valami madár, szerintem az újkacom. A csirkecom, az is lehetne akár. Csonttal a végén. És mindjárt vége ennek a szörnyűséges pályának. Ez rohadt nehéz amúgy. Na, felszerem ezeket is. Itt van egy, itt van egy másik, de rögtön le kell esni. Ez nem egyszerű manőver amúgy, de ki lehet tapasztalni, hogy hogyan kell jól megcsinálni, és ez a pálya is kész. Azaz! Jó van, jó haladunk, jó haladunk. És ez az Amiga világ legnehezebb pályája. Kérem alássam. Nagyon nem egyszerű. Olyannyira, hogy, ahogy mondtam korábban, négy másodperccel ezelőtt, ez a legnehezebb. Úgyhogy hát ezzel aztán fogok szívni. Vajon átérek. És itt nagyon-nagyon ki van centízve, hogy mennyi időnk van azt a kis pár darabot felszenni. Megvan. És már le is járt az időnk, tehát hogy sok tökérészésre nincs okunk és lehetőségünk. Vissza le. És ott is az első pengék vannak, tehát én azért vártam ott, mert szóval ez egy igazán kihívó rész. Itt nyugodtan essünk le, mert az ott igazából tök mindegy, hogy hol van. Néha megszokott ijeszteni, hogy random leesik egy ilyen hordó, és így bam, így becsapodik a földbe, még így azt sem tudom, hogy mi van. Itt vigyázzunk. Úgy, jó, ezt most mégis ki is tudom pukkasztani, mert most itt több már nincsen, itt csak kettő volt. Úgy, nem menjünk bele, mert élet azért kellene fog itt is. Ezek is megvannak, és elvileg a Luffy-nak mindjárt vissza kell spawnolni. Ez egy nagyon szép világ amúgy, tehát szerintem grafikailag ez egyik legjobb. És rosszat mondtam, mert pályát akartam mondani. Tehát az Amiga pályák közül szerintem ennek van a legszebb grafikája és a színvilága. Tehát ezt nagyon eltalálták. Nem tudom, mire referálhat, milyen Amiga játékra, mert sokat nem ismerek. Aki esetleg tud, nem túl brutálisan hardcore nehéz Amiga játékokat, az nyugodtan mondhat pár, mert szívesen kipróbálnám. Érdekesség. Itt van a gyümölcs elrejtve a falba, itt fölvesszük, ez egy dinnye, viszont a menüben nem dinnyének mutatja, hanem egy ilyen pörkölt szafnak, vagy nem is tudom, hogy ez egy ilyen barna, ilyen kis ilyen pöttynek. Tehát én nem tudom, ott valamit ott elnéztek a grafikusok vagy a játékkészítői, úgyhogy csak egy ilyen kis érdekességként megemlítem, hogy aki dinnyét vesz föl, ne lepődjön meg, hogy a menüben más fog látni, mert tényleg más van a menüben. És igen, itt ez a ufokkal. Itt is nagyon vigyázni kell, mert itt láthatjátok, itt a teteje, ez kicsit kijebb van, és így bele tudunk akadni, és amikor pont jön vissza a penge, és így visszacsesz minket, na az nem szokott szép lenni. Na ezért kell az élet, mert itt meg a rohadék ágyuk, de ki vagyok velük. Tele van a hócipőm. Na, akkor ez is kész, ez a rész, ez is egy kicsit labirintus, mindig balra menjünk el erre, tehát arra gyertek el, amerre én, mert utána meg feleslegesen vissza kell jönnötök, és nem meg sok értelme nincsen. Jó, te ott aztán azt csinálsz, amit akarsz, és igen, itt most eldob egy ilyen cuccot, és így meddig követ minket, tehát így. Egyszer eldobja, onnantól kezdve végig követ minket. Ja, itt nincs penge, jó. Lesz még olyan, ahol lesz, jó, ott ágyú van, az annyira nem túl zavaró dolog, vagy ott, mert ott nincs is izé, jó, oké, akkor most ide megyünk, átugrunk téged is átugorlak. Hova kéne esnem? Ezt jól lenne tudni. Jó helyre estem. Itt is lesznek pengék, csak azért. Ott fenn, aha, ott vannak fenn pengék, jó. Megvárom. Úgy. Hol kimaradt kettő? Hol maradt ki kettő? Hát igen, itt le kell esni tovább. Nem para. A robotra vigyázzunk. Ezt is kikerültük. És itt ne essük be a lézerbe, mert az nagyon szopottul tud lenni így a játék végénél.
ez is megvan. Na már csak vissza kell mérni épségben. Jó, ezt megvárjuk a robotot, mert ő át tud menni ezeken a szarokon. Én nem. Csak megjegyzem. Fair. Jó, mindegy. Most egyszer megsebződtem, de az belefér. Várhattam volna többet is, de inkább nem várok annyit, és inkább hamarabb befejezem ezt sebződéssel, mint hogy több időt elvesztegessek ezzel, és ez is megvan. Pixel Knight utolsó előtti pálya. Jujj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 
nem ez a fos, mert ezt már láttátok egyszer, hanem egy ördög lesz, aki tűzgömböket lő ránk, és azért nagyon idegesítő ellenfél. Ja igen, itt bomba van. Kell a bomba? Úgy. Nem találsz el, mert ez szopatlan. És vannak ezek a nyuszik is. Úgyhogy ezek is nagyon vicces kis ellenfelek, ilyen kis jaj, kis tündi-bündi nyuszi, az hozzájössz megölt, tehát hogy... A rákok. Nem is tudom, ki írt a komment belenézést, és mindig elfelejtem. Tehát így az összes kommentet elolvasom, meg minden, de így sajnos így a memóriám az nem a legjobb. A névmemóriám az tragédia, úgyhogy nem tudom, ki írta, de valaki írta, hogy ezek a rákok tisztelően néznek ki, mint a Pokémonban a rákok, a Kingler aztán az a neve, és tényleg kicsit hasonlít rá. Erre elmegyünk, igen. Jól állunk. És igen, a bombát azt még mindig tartogatni kell magunkkal. Úgy át, az, nem. Na, nem ugrunk föl, most kell átugrani ide föl. Föl kell szét, jó, hogy szépen itt. Betömörülünk ide, mint a metró. Tényleg, metró az nagyon beszokottam örülni, én már csak tudom, mert azzal járok minden nap. És már nincs sok hátra, hogy vége legyen ennek a pályának is. Úgyis ez egy nagyon-nagyon nehéz ugrás. Ez gyakorlatilag a játék egyik legkicentizettebb ugrása. Oppot leesett valami, leesett egy ilyen szutyok. Jó, akkor... nem jön nyuszi, nem? Hát jön is akkor már... igen, az de nagyon egyszeres volt, de megvan. Igen, itt felül leesett. Ja, néha leesik, de nem tudom, hogy miért igazából. Nem jöttem rá, hogy ezt miért csinálja a játék magával. Vissza felugrunk, úgy. Ezt felrobbantjuk. És igen, ezért kellett a bombát cipelni. És mehetünk is vissza, tadá! Úgyhogy ez a pálya igazából annyira nem is nehéz, és sőt, igazából azt kell mondjam, hogy az előző két pálya a legnehezebb az Amiga világban. Tehát az első kettő az annyira nem vészes, sőt, igazából az első három nem vészes, utána jön két nehéz, és utána megint két könnyebb, és ennyi. Nem találsz el még mindig. Hopp, jó, Nyuszi sem talál el, Nyuszi bácsi, nem találsz el, vagy néni, nem tudom mi, jó, rózsaszín, szóval bármi lehet. Láttunk már férfi rózsaszint, és utolsó pálya. Ez elvileg nem nehéz, hogyha ügyesen csinálom, de hát ugye nálam ezt sose lehet tudni, úgyhogy igazából nem mondok előre semmit, de hogy átlagos játékos képességével nézzük, akkor nem nehéz. És itt megkapjuk a minecartot, itt bám, ki tudunk nyírni vele ellenfeleket, tök zsír. Ez az egyetlen nehéz része ennek a pályának. Ezt itt így fölvenni normálisan. Mert ott van egy bor, egy boros palasz, vagy pezsgős palasz, és meghaltam. Na igen, egy halál. Jó, egy öt halálban még benne vagyok, az még nem vészes. Meg lesz ez. Igen, ez, az a két denevér, meg az a izé, az ott nagyon rossz helyen van. Na, így kell megcsinálni. Figyeljetek, megmutatom. Az első kettő az bemelegítés volt. Úgyhogy azt a részt jól megcsináljuk, ami ugye meghaltam itt, ez. Gondoltok, ezzel már sok parára nincs okunk. Úgy, megvan. Jó, most egyszer megsebződtem, az annyira nem is... annyira... gáz. Ezt fölrobbantjuk, ugye. Lehet látni, hogy kicsit meg van repedezve. És elvileg itt már nem nagyon szoktam megsebződni még egyszer. És be tudunk menni a vízbe, hoho, de csak így, tehát hogyha máshol megyünk be a vízbe, akkor meghalunk, úgyhogy ezt csak úgy tudjuk megcsinálni, hogyha benne ülünk ebben a kis kocsiban. És megint kell majd egy bomba. Igen, és ezek a piros löttyök szintén megölnek minket, úgyhogy ez is megvan, hát ez csodálatos. Eddig jól állok, úgyhogy ez is kis hangulatos pálya nagyon. És itt is majd föl kell robba, ott nem, mert az itt penge. Úgy.
itt jók vagyunk, ezt felrobbantjuk ezt a falat. Tehát fölmegyünk, itt egy denevér lesz, itt vigyázzunk. Nagyon rossz helyen szokott lenni. Az úgy be is akadt oda, nagyszerű. És itt lesz még egy bomba. Itt aztán kell robbangatni bőven, mint egy tisztanyagyon bomberman lenne. És vigyázzunk, mert itt a robbanás hatása, az meg tud minket ölni, szóval ide álljunk be középre, itt már nem. És ez a denevér ördög, ami még gondot tud okozni, de elvileg ez sem, hogyha ügyesek vagyunk, úgy. Van még pár darab, amit föl kell szedni. Nem vigyázz, 49, kész, már csak vissza kell menni. Ami annyira nem is tűnik könnyűnek. Sem első, sem második hallásra. Nem, még megvárom még egyet lő. Mert már megy a denevér, akkor megvárom még egyet lő. Úgy. Ez az, kicseleztük, és innentől kezdve már csak vissza kell haladni. Úgy. Itt is van még pár. Mindig egyre koncentráljunk, az a biztos. Ennyi. Két halállal, de az ötön belül még meg, mondjuk még meg tud dögleni, nem? Jó, nem szóltam semmit, még el tudom szúrni. Remélhetőleg nem, de... Én már ide szoktam pattonni inkább. És ennyi. Hú, de azért azt ismerjetek el, hogy de nem könnyű ez a világ, de sikerült. Úgyhogy következik is az Apple 2. Így össze-vissza fogunk már pattogni az időben amúgy. Úgyhogy ennyi volt az Amiga. 5 halálon belül a kitűzött célt teljesítettem. Hamarosan a következő részt, és mindjárt vége a játéknak, hoppáré.